Sziasztok! Ahogy az előző videóban már említettem, amikor épp a tesztet csináltuk, felmértük, hogy ki hol tart, hogy megkezdtük a 12 hetes programunkat a következő versenyünkre, ami június 1-2-án kerül megrendezésre Riminiben. Jelenleg 10 hét van még a versenyig, ami azt jelenti, hogy az első fázisunk második hetén tartunk. Az első 6 hétben a programunknak a célja az, hogy fejlesszük a Zóna 2 Maxot, illetve a VO2 Maxot, Zóna 2-3-ba csináljunk a lehető legtöbb edzést. Technika fejlesztésen van a hangsúly. Itt figyelünk arra, hogy például Zóna 2-be csináljuk az evező edzéseinket, figyeljünk a technikára, minél alacsonyabb legyen ugye a percenkénti húzásszám, de minél erősebb legyen a húzás, illetve előálló képességi edzéseket végzünk nagy súllyal, de továbbra is mondom, hangsúlyozom, hogy a technikán nagyon nagy hangsúly van, illetve hogy minél nagyobb figyelmet fordítsunk arra, hogy alapozó edzés vagy fázis ez, és hogy a pulzust próbáljuk meg minél jobban aerob zónában tartani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek magas intenzitású edzések, vannak, de túlnyomó részt az intenzitás alacsony, viszont az edzések hossza egy picit hosszabb. Utána a hetedik héten fogunk tartani majd egy kicsit pihentető pár napot, hiszen mindig, minden fázisváltás között, minden szakaszváltás között kell, fontos, hogy legyen egy-egy visszavett hét, ugyanígy lesz majd a verseny előtti egy héten pár napban, hogy egy picit lazítunk. És a versenyre készítő utolsó 5 hét pedig az lesz az, ahol az intenzitást növeljük, ahol már sportág specifikus gyakorlatokat fogunk végezni, ami azt jelenti, hogy már futásból jön például a sledtolás, vagy futásból megy a skijörg, tehát ott már tényleg sportág specifikusan fogunk dolgozni, és a laktát küszöböt próbáljuk minél jobban edzeni, kitolni, hogy minél később kezdjünk el savasodni. Tehát így néz ki ez a 12 hetes programunk, ami szerint mi készülünk, a mi csapatunk készül. Heti egy közös futóedzésünk van intervall, ahol az összkilométer szám mindig 8, hiszen a verseny is 8 kilométert kell ugye futnunk. De ahogy hangsúlyoztam, próbáljuk zóna 2-3-ban tartani a pulzustartományt. És ehhez kaptuk egy kis betekintést, hogy hogyan is néz ki ezen a héten a csapatnak a felkészülése.